2009-ben mutattuk be a Jézus Krisztus Superstar-t, és ez nekem az egyik kedvenc darabom és kedvenc előadásom, de úgy éreztem, hogy tartozom még ennek a darabnak. Egyrészt rengeteg technikai fejlődés volt az elmúlt 12 évben, tehát sokkal több mindent tudunk vizuálisan megcsinálni, mint akkor. Másrészt ez egy nagy emberi dráma, bizonyos pontokon egészen Shakespeare-i mélységű. Azt hiszem, hogy semmihez sem hasonlítható élmény ezt a jelmezt, ezt a parókát, ezt a maszkot, ezt a helyzetet magamra ölteni. Huszonnégy év eltelt, de mintha semmi sem változott volna. Mások a körülmények, más a színház. 1986-ban a Rock Színházban mutattunk be Szegeden, 7000 ember előtt, és jó pár százszor volt alkalmam Jézusként színpadra lépni. Én ezt egy ilyen nagyon emlékezetes színházi kalandnak tartom. Szerettem volna valami szépet adni neki, valami elismerést, hogy még egyszer legyen egy ilyen időutazás az életébe. És ezt azért mertem megtenni, mert hangilag egészen kiváló állapotban van. Tehát ő ezt a szerepet maradéktalanul el tudja énekelni. A Madách Színházban most egy 21. századi látványvilággal, más koreográfiával, más jelmezekkel, Szirtes Tamás nagyszerű rendezésében, de hittel és szeretettel csak úgy tudom átadni a közönségnek Jézust, mint ahogy az 24 évvel ezelőtt. Nagy megtiszteltetés. Én gyerekkoromban ugye láthattam őt színpadon, és most nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy vele játszhatok, és én lehetek a partnere, a női partnere a színpadon. Hát az elmúlt két év, ez nagyon sok negatív dolog ért engem, de ahogy bejöttem a színházba, én teljesen megnyugodtam. Kezdtük akkor 3 év a próbatétel. Valahogy most minden klappol, tehát a szövegvilága, meg mindent úgy magaménak érzem. Hát a kereszt élmény az ugyanolyan, mint volt, tehát az nagyon, nagyon drámai, ez nagyon átélem azt a dolgot, amikor fönn vagyok a kereszten, tehát most már eddig mindig a fiammal való szakításomra gondoltam, amikor elváltunk, most meg a sztrókkal együtt járó viszontagságokra gondolok, és így könnyebb ezt az élményt átélni. Másfél-két éves szünet után, ezt már többször elmondtam, hogy óriási érzés bejönni ide egyáltalán, próbálni, együtt lenni a kollégákkal, találkozni, meg hát látni azt, hogy tele van a nézőtér, tehát ez a legfontosabb, hogy nézők nélkül nincs színház. Úgyhogy több tekintetben is óriási érzés újra visszajönni ide a Madácsba. Ember óhatatlanul változik, rengeteg dolog történik velünk az életünkben, ami ráragad, rákerül egy-egy szerepre. Én azt gondolom, hogy sokkal érettebben fogalmazom meg ezeket a sorokat, Miklós Tibi fantasztikus szövegeit. A Superstar az az egyik alapmű volt, amit mindig is akartam énekelni. Imádtam ezt a szerepet játszani annak idején, és most így, hogy 10 év után újra játszhatjuk, azzal a plusz töltettel, hogy egy-másfél éven keresztül szinte semmit nem lehetett csinálni, hát az egyszerűen katarzis. Igazából itt egy óriási tragédia van ebben a dologban. Próbálok egy nagyon érzéki, egy nagyon baráti, nagyon szerethető jódást csinálni ebből. Én azt hiszem, hogy egy kicsit részletgazdagabb is lett az előadás, mint volt. Itt egy sokkal finomabb karaktert kell megalkotnom, egy érzelmes nőt, aki szerelmes Jézusban. A bemutató megtörtént annak idején, akkor is nagyon szép volt ez a darab. De ma már olyan varázslatos háttereket lehet előidézni, olyan festészeti műalkotások vannak a hátunk mögé vetítve, hogy alig tudom megállni, hogy ne forduljak hátra, és ne gyönyörködjek bennük. Ezért is lett egy picit felújítva az előadás, mint zeneileg, mint látványában. Úgyhogy aki ma ellátogat a Madách Színházba, mindenféleképpen egy mai, friss előadást lát.